A 30-as években a rádió megszavaztatta a hallgatókat, kit szeret legjobban, kit hallgat legszívesebben a műsorban. Minden ilyen szavazáson az énekesek közül Szedő Miklós doktor került az első helyre. Kedves Miklós, hogyan kerültél kapcsolatba a rádióval? Hiszen akkoriban, amikor a rádiózás kezdődött, még nem lehetett tudni, hogy ez egy énekesnek egyáltalán jó-e. Tényleg, én 1925-ben kerültem kapcsolatba a rádióval, amikor felvitt Kramer Teriz növendéke lévén valaki a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvény Társaság akkori hivatalába, az volt a Rákóczi út 20 alatt, a negyedik emeleten egy magánházba. Ott meghallgatott engem Szőcs igazgató, aztán ott volt Polgár bácsi, Serc bácsi a főbemondó, és utána egy nagyon szép ajándékot kaptam, egy kristálydetektoros rádiót, és egy éves szerződést. Így kerültem a rádióba, és úgy látszik, sikerem is lehetett, mert évtizedekig aztán ott is maradtam. Hogy nézett ki akkor egy ilyen rádiófelvétel? Nyilván nem úgy, mint ma. Ó, ha mostani kifejezést használik, akkor azt mondanám, hogy naív volt. Ez egy bérház volt, ahol 10 szoba volt kibérelve a részvénytársaság részéről, és ott volt stúdió, ott volt az adminisztráció, ott voltak a speakerek, és így folytak az adások, csak egyenesbe. Felvételek nem voltak. Visszaemlékszel egy ilyen egyenes élőadásra? Hát igen, igen, ott egyenesen a mikrofonba én válaszoltunk a levelekre, és azt a dalt, vagy azt a részletet énekeltük el, amit a hallgató írt és kért. És ha most én kérlek arra, hogy énekeljél nekünk egy dalt, megteszed? Nagyon szívesen ezen a szép jubileumon. Mi legyen az? Hát amit megbeszéltünk, az Ejhaj gyöngyvirág. Ejhaj gyöngyvirág, teljes ökű szarka láb, bimbós majoránna, a kertedbe mehetnék, ha ott kertész lehetnék, mindjárt meggyógyulnék, mindjárt meggyógyulnék.